tulajdonképpen, amit szeretnénk elérni az aláírással, illetve az aláírás gyűjtése, hogy az önkormányzat vezetői fontolják meg azt, hogy a piacot milyen módon szeretnék átalakítani, elhelyezni, illetve a profit módosítani. Mi természetesen szeretnénk, hogyha a piac együtt maradhatna ugyanazon a helyen. Több rendezvényt lebonyolítottunk a várossal, fennakadások nélkül. Szeretnénk meggyőzni Önöket arról, hogy ezután is tudnánk együtt dolgozni. Több érv van ez mellett. A legnagyobb érv a több mint 200 belvárosi kereskedőnek az aláírása, és több mint 1000 belvárosi lakosnak az aláírása, akik együttesen mögénk álltak ennek a kérésnek a teljesítésében. Tulajdonképpen ami a mi kérésünk Önök felé, még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy tehát a piacnak a területe maradjon a belvárosban, és hogyha lehet, akkor profilmódosítás nélkül, ugyanebben a felállásban is egymásra mindenkinek szüksége van, a belvárosi kereskedőnek a piacra, a piacnak a belvárosra, itt kiszakítanak bennünket valahova, akkor szerintünk sok vállalkozás ellehetetlenül, és a belvárosi kereskedelem is egy kicsit meg fog csapani. Bizonyítják az aláírások, hogy a szerdai szombati nap az, ami felemeli a belvárosnak a forgalmát, és ez mi, talán minden szerintelenségnélkül mondhatjuk, hogy a piacnak a szerepe ebben bent van. Tehát, hogy vonzza a turistákat is, a szlovák vásárló közönséget, és természetesen a belvárosi, vagy pedig éppen a peremkerületi lakosságot. A petíciót szeretném akkor átadni a főosztályvezető úrnak, és egy kérésem van, utolsó mondatként, hogy 30 napon belül szeretnénk mi erre egy választ kérni, de szerint ilyen megoldás várhat ebben az ügyben. Köszönöm szépen a felelősséget. A város az előkészítő munkálatok kapcsán, ami a térfelújítást illeti, mindenféleképpen egyeztetés folytat majd folyamatosan Önökkel. Ugye van egy átmeneti időszak, amit úgy hívunk, hogy a felújításnak az időszaka. Ebben az időszakban mindenféleképpen az a célunk, hogy az őstermelői piac, illetve a kereskedő piac egy helyre kerüljön. Az elmúlt időszakban, tehát erre szeretném Önöket tájékoztatni, hogy a decemberi közmeghallgatáson is ezt ígértem, hogy folyamatosan keressük azt a területet, amit föl tudunk ajánlani a piac és a kereskedők számára ebben az átmeneti időszakban. Én úgy gondolom, épp a múlt héten is megnéztünk két ingatlant, tehát ez folyamatosan történik. Én úgy gondolom, hogy amikor egy olyan stádiumba jutunk, ami alapján majd egyeztetéseket tudunk Önökkel folytatni, ezt meg fogjuk tenni. Én ennek az időpontját úgy érzem, hogy olyan márciusnál nem előbb. Körülbelül ez az időszak, ami kell nekünk, hogy egyértelműen le tudjunk tenni az asztal egy olyan javaslatcsomagot, vagy egy olyan javaslatot, ami alapján Önök tudnak választani, hogy melyik terület lenne jó.